A papírboltokban már az óvodai ballagások után elkezdik feltölteni a készleteket a szeptemberi iskola kezdésre. Ekkor lehet beszerezni a legszebb, legjobb minőségű termékeket, de sokan csak nyár végén kezdik el a tanszerek vásárlását. Csufor Anna körülbelül egy hete kezdte el összegyűjteni a gimnáziumba szükséges iskolaszereket. Én legelőször táskát keresek, hogy amit belefér, de hát még azt nem találtam meg, de még keresek, de leginkább füzeteket, ami számomra fontos, hogy kellene az iskolához. Azokban a családokban, ahol második, harmadik osztályos gyerekek vannak, sok minden megmarad a következő évekre is. Ilyen az iskolatáska, a tolltartó, a vízfesték, az olló vagy a ragasztó. Így kevesebbet kell költeni a tanszerekre. Egy két hete szinte mindent megvásároltunk, de még két dolog. Az egyik nem volt, a másik pedig nem volt eszembe, és még azért a két dologért jöttünk most be. A technika csomag, ami kiment a fejemből, és a műanyag hőmérő elfogyott. A tanszerek ára nem változott az előző évekhez képest, bár jelentős különbségek vannak az alap, valamint a prémium kategóriás termékek között, mondta Frankné Andrási Beáta. Egy alapcsomagot azért 8-10 ezer forintért már be tud szerezni a vásárló, abban benne van gyakorlatilag az összes írószer, papíráru, kisebb-nagyobb felszerelések, amit a papírüzletben vásárolnak, mert ugye ruházatokra is szükség van, tornacipőre, stb. De egy alapcikket itt azért 6-8-10 ezer forintból be tudnak vásárolni egy alapfelszerelést, illetve ehhez jön még a táska. A táska választékban óriási a paletta. Hozzátette, a felső határ tanszercsomag magok tekintetében 50 ezer forint, amelybe a legszebb, legmárkásabb termékek tartoznak. Egy komoly elsősöknek való, merevített falu biztonsági és ergonómiai kialakítással rendelkező táska pedig körülbelül 20 ezer forintba kerül.